Sziasztok! Ez a Gábor konyhája, 6. epizód. És ma délután, vasárnap, október 4-én úgy gondoltam palacsintát készítek a lányaimnak. Vanda meg az Eszter, azt hiszem átjönnek, azt ígérték legalábbis, negyet palacsintázni. Amiket ide kikészítettem, hozzávaló liszt, én mondjuk kukorica lisztet választottam, hát ha abból a nagyobbik lányom, a katalányom is ehet. A búzalisztet azt nem bírja. Aztán ugye, amit hozzáírtam, az a 25 deka liszt. Összekeverem két tojással, 3 deciliter tejjel. Adok hozzá egy kis szóravizet, illetve hát helyette egy kis buborékos ásványvizet. És egy kis olaj kell még hozzá. Oda készítettem pohárba az olajat, ezzel a kis kenőkével. Egyrészt hozzáadok a liszthez olajat, másrészt pedig a palacsinta sütőtepsit fogom majd kikenni. És ami lesz még hozzá, egy kis budgetes kakaókrém, házi készítésű őszi baraclekvár, amivel meg lehet majd kenni, meg lesz egy kis túró hozzá, ami a töltelék lesz majd. Ezeket egyelőre félreteszem, mert csak úgyba lesz nekik nekem. És akkor megmutatom, hogy nálam, hogy készül a palacsinta. Itt van a kis hozzávaló listám. 25 deka lisztet, akkor most beleteszek a kis mérőedénykémbe. Kipróbáljuk kukorica lisztel. Hogy igen, drágább is, mint az egyszerű búzaliszt. Tény és való, remélem, hogy ezzel is működni fog a dolog, és hogy egészségesebb is lesz. Ez egyébként édes cukros palacsinta. Na nézzük. Megvessük, hogy ez olyan hány gram. 25 deka, az akkor megvan. Mehet a keverőedénykébe. Hozzáadok egy kis vaníliás cukrot. Ötkerféle vaníliás cukor. Igaz, hogy a 7. kerületben vettem, de remélem jó lesz így is. Megédesítjük kicsit a tésztáját a palacsintának. Jön nekem egy fokonál. Szóda. Ásványvízből kell a szénsav. Következik az, hogy összekeverjük. Robotgépem nincs, úgyhogy csak így kézzel keverjük ki a tésztát. Szép színe van a kukorica lisztnek, ezt már látom.
kis olaj a pohárba. Extra szűz, város, a legjobb minőség, és akkor nézzük. Első palacsintra sikerült, a második szint szakadt, de úgy látszik utána a harmadik, negyedik, ötödik egész jó lesz.
megvan a nyolcadik. Szép egészséges színet, még egy kicsit barna voltott volna, de majd erre az oldalon átsütjük, akkor jó lesz. Azt mondja, túl jó. Adok hozzá egy kis cukrot. Eddig elkészült palacsintákat most porcukorral óvatosan meghintem, egy szűrő szitán keresztül finoman elterítem rajta a tetején a porcuk. Porcukorra. Na, szépen hát megfáj. A további palacsinták vegyesen kakaókrém mellettek ízesítve, és a házi sárga barac lekvárral. Aztán itt lemerült a kamera, úgyhogy ezzel véget is ér a videó, de összesen szám szerint legalább 20 palacsinta elkészült. Mindenkinek kedves egészségére, aki kedvet kap hozzá.